Régi hagyomány már Nyársapáton, hogy szeptember elején szüreti mulatságot rendeznek. A kezdetekről, az emlékekről a település polgármestere beszélt köszöntőjében. Amikor a rendszerváltásról az első szüreti mulatságot megrendeztük még a Kine Hegedűs Gyöpen, a kidősebbek az emlékeznek még rá. Valamikor megettünk egy 30 kiló marra, most egy páran összeadtuk a pénzt, és a Borosfordot föltettük a pótkocsit hátuljába, csapra ütöttük, és Öller Berci barátunk annak elővette a citerát, és citeráltunk, jót mulattunk. Fontosak az ilyen események, hiszen erősítik az összetartozást, és nem csak azt. Hiszen ilyenkor az ide látogatók megtapasztalhatják azt is, milyen szeretettel fogadják a vendégeket az itt lakók. Nyilvánvaló ezek az összejövetelek azért kellenek, hogy együtt legyünk. Együtt legyünk, együtt érezzük jó magunkat, és mulassunk, és nézzük az unokáinkat, a gyerekeinket, akik azt hiszem, hogy ők szintén jól érzik magukat ilyenkor. Az biztos, hogy akik elszámolódtak Nyársapáton, azok is sokan elszoktak ezekre az ünnepségekre jönni, mert nyilvánvaló, itt évek óta nem találkoztunk, jól esik, hogy látjuk, hogy na eljöttek Nyársapáton. A délelőtti szüreti felvonulás és a finom ebéd után délután már a színpadra irányult mindenki figyelme. Táncbemutató, és természetesen a Nyársapáti Népdalkör műsora is várta a szüreti mulatságra látogatókat. Majd elérkezett a település életének egyik legkedvesebb eseménye. Először zenés előadással mutatkoztak be a kiselsősök, majd természetesen fogadalmat is tettek. Az iskolai éveiket most kezdő gyerekek emléklapot, ajándékot is kaptak a jeles esemény alkalmából. Nem csak őket köszöntötték azonban a színpadon, a település jól sportoló fiataljai is elismeréseket vehettek át, és most adták át a virágos rendezett kertdíjakat is.